Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ez itt a tojáskeltetésnek már a harmadik és egyben befejező része, amiben még mindig van dolgunk és módosítani kell egy pár dolgon. A hőmérsékletet itt 37,5 fokról levesszük 37,2 fokra. Ez már az utolsó tojásforgatás, az utolsó 3 napban nem forgatjuk. A kis pipik ilyenkor választják meg a helyüket, hogy hol szeretnének kibújni a tojásból, és hogyha utána megforgatjuk, akkor bekavarjuk őket, és nagy eséllyel bele fognak fulladni a tojásba. Úgyhogy innentől kezdve már könnyebb a dolgunk, viszont még a páratartalmat 70-80% közé kell beállítanunk, ezt úgy tudjuk elérni, már páramérővel nem is nagyon szoktam ezt csinálni, közben itt mutatom, már készítem elő a helyüket egy nagyon jó tejesrekezbe. A páratartalmat pedig úgy emeljük meg, hogy veszünk egy speciális elefántos locsolót, és feltöltjük az alsó AB tartályt színig, így valószínű, hogy jó sok víz lesz bent, és elkezd párologni a meleg hatására, továbbá a tojásokat is így lepriccoljuk, hogy minden vizes legyen, és hogy tutira menjünk, még fogunk egy ilyen háti permetezőt, nem, kézi permetezőt, és a oldalakat bepriccoljuk, mindent benedvesítünk, hogy csöpögjön a víz mindenhonnan. Ezt megcsináljuk ugyanúgy az utolsó, most az elkövetkezendő 3 napokban, ugyanúgy reggel, este, csak annyit hűtjük a tojásokat, ameddig csinálunk egy ilyen kis permetezést. Így nyilván az alsó és a felső tálcákat is bepermetezzük. Vannak egy tálcás gépek, ott nyilván ez csak ennyi. Ez azért is jó, mert így kapnak egy kis friss levegőt is, a pipik kicsit jó az, ha ott kicserélődik, és így remekül fogják érezni magukat. A 19. naptól már lehet hallani a halk kopogásokat, 20. naptól már csipogásokat a tojásban, úgyhogy ilyenkor már érdemes előkészíteni nekik egy ilyen speciális tejesrekeszt. Itatóval egy nagyon jó, nekem egy ilyen kis kerámia fűtőm van, és egy kis villany, mivel hogy ezeket ilyenkor, mikor megszületnek, ezek 24 órás világításba kell őket részesíteni. Továbbá szórhatunk be etetőbe tápot, de lehet érdemesebb csak a földre, hogy tudjanak egy kicsit csipegetni. Azzal, hogy sok a világítás és nem alszanak, azon nem kell aggódni, mert úgy is aludni fognak, ha akarnak, lehunják a szemüket és annyi, de így tudják megtalálni a táplálékot. Közben én már elérkeztem itt a 21. nap keléshez, és bekukkantunk. Hopp, egy fiú már ott van, jaj! Mi az? Hagyjatok már! Úgyhogy elkezdődött a kelés. Ide kipakoltam. Még nagyon kis ártatlan, kis pici, kis szomorú még. Így most született, hát ilyenkor még se nyelni, se köpni nem tudnak, de azért jó, hogyha majd így elé lesz szórva a táp, hogy tudjanak ott táplálkozni. Ilyenkor nagyon sokat alszanak még. El fog telni körülbelül egy olyan egy nap, amire már ilyen jó kipihésednek és tudnak ugrabugrálni. Itt pakolom kifele közben a gyerekiket, és itt igen, mindenki alszik, összebújnak. Ilyenkor egy 32 fokos hőmérsékletet kell biztosítani nekik. A vizet, amit felöntünk, az természetesen az is ilyen kézmeleg legyen, ne hideget, és befejeződött közben a keltetés. Nekem egészen a 22. nap végéig zajlott ez, mivel két rekeszes keltetőn van, ezért az alsón hidegebb a hőmérséklet, mint a felsőn, hiába van ez a légkeverés dolog, úgyhogy ott később fognak kikelni, ezért hogyha tehetjük, és fent kikelt már egy jó nagy csapat, alulról próbáljuk meg felpakolni, talán de óvatosan, hogy ne is mozogjon, hogy azok is minél hamarabb kikeljenek. Amelyik pipi magától nem tud kikelni, ahhoz ne nyúljunk, az hagy fulladjon bele, annak annyi, mert hogyha segítetek nekik, akkor ott elpattan egy ér, elszakad, nem tud elzáródni, és mindenképpen meg fog halni, illetve ezek kelésgyengék, úgyhogy nem érdemes itt menteni az életüket, meg itt foglalkozni vele, mert volt már olyan, hogy én is itt megmentettem, meg megsajnáltam, és úgyis az lett a vége, hogy két nap múlva elpusztult, vagy
nem volt egy szeme, vagy valami baja volt, úgyhogy ezzel ne foglalkozzatok. Utána egy kinti etetőt mindenképpen kell építeni, ez úgy néz ki, hogy 100 pipire 1 négyzetméter kell 1 hetesen, 100 pipire 2 négyzetméter kell 2 hetesen, körülbelül így számoljatok. A hőmérsékleteket azt itt kiírtam, hogy mennyi hőmérséklet kell nekik, hát ez 4 hetes kor után már általában már egész jó szokott lenni, úgyhogy már fűtés nélkül is bírják, mert összebújnak. Miután már bekerültek ide, ez már egy külső, én itt egy ilyen fás tárolóba raktam, nekem van egy termosztát, a 32 fokot eléri a hőmérséklet, lekapcsol, meg most itt vagyunk kint, nyáron süti a nap, így átsüti az üveget, felmelegszik, így nem kell annyit fűteni, hát lehet ilyen praktikákat, aki esetleg nincsenek ilyen hulladék hajtói, az nyugodtan csinált egy kis, egy fóliából, egy ilyen 50 centi magas, 1 méterszer 1 méteres kis fólia sátrat felhúz nekik, meg valami ilyen normálisabb tetőt, ami majd bírja, és akkor nem kell egy olyan nagy befektetésekbe gondolkodni itt se, addig, amíg nem kerülnek a későbbi helyükre. Ezzel a módszerrel sikerült elérnem egy 88%-os kelési arányt. Amikor megérkeznek így a pipik, mindenképpen csirkeindító tápot adjatok nekik, vagy nevelőtápot, gondolom ti se akartok balulni itt túróval, meg összetört tojásai, meg mit tudom én, micsoda, úgyhogy az a legegyszerű. Így nevelitek egy 4 hétig, utána pedig szép lassan a szemes takarmányra át lehet térni. Biomódszer, búza, kukorica, egy kis napraforgóma, borsó, ezt összedarálni különböző arányokba, és akkor az, ami benne volt a tápba, esetleg ilyen génmódosított vackok, az ki fog belőle ürülni szervezetéből, és utána egy egészséges, normál csirkét ettek, de ez az indító táp mindenképpen szükséges a magas fehérje tartalma miatt, hogy megfelelően kifejlődjön a csontozatuk, és hasonló, ez már a mai csirkéknek elengedhetetlen. Régen lehet nem így volt, most így van sajnos. Remélem meghoztam a kedveteket egy kis pipikeltetéshez, hogyha itt követitek, amiket így elmondtam, ezek az én tapasztalataim, látjátok, nekem sikerült, egész jó volt, úgyhogy ti is elérhetitek ugyanezt, és lesznek saját csirkétek, megfelelő takarmánnyal, akár már 68 hetesen, egy remek kis rántani való csirkét tudtok előállítani. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy végignéztétek ezt a sorozatot is, kövessetek a csatornámon, iratkozzatok fel, további jó nyarat és jó kertészkedés, sziasztok!